Köszöntöm nézőinket, ismerős című műsorunkat látják, én Bence Péter vagyok, a vendégem pedig Kólya József, a Tamási székhelyű Tambau Kft. Alapító ügyvezetője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Felemás az idei év, felemás volt a nyár is. Tudtak pihenni, vagy dolgoztak végig? Is-is. Az építőiparban a pihenés az egy kicsit az időjárás függvénye is, azt kell, hogy mondjam. Nagyon szeretném a kollégáimnak azt mondani, hogy a nyári vakációt azt testálják át a téli síelési szezonra, hiszen a tevékenységünk az erősen időjárás függő. Mind a mellett azt is látni kell, hogy egy nyári vakáció nélkül, amely a családi együttlét alapját kell, hogy jelentse. Lásd, iskolai szünetek és egyéb vakációs időszak. Minden kollégámnak az az ismérvünk, az az irányelvünk, hogy egy hétig tudjon elmenni nyaralni, és ezt nagyjából tartjuk is. Én azt gondolom, hogy ez fönntartható a cég működése cél szempontjából. Voltak időszakok, amikor teljes leállást terveztünk. Gondolatom szerint az egy hétre való eltávozás és beosztott vagy időbeni beosztással lényegesen szerencsésebb. Tudtunk pihenni, igen. Ugye 27 évvel ezelőtt alapította a Tambau Kft. Jogelődjét. Egy régi járókásógéppel indult. Hogy kezdődött? Igen, ez egy könnyed és lazának tekinthető történet, bár abban a pillanatban lehet, hogy nem tűnt ilyen könnyednek és lazának. Klasszikus házasság, jó magam baján végeztem, pályázat az akkori A4-es lapon kifüggesztett módon. Tamási munkahely, egy győri évfolyamtársammal helyezkedtünk el Tamásiba a Kaposkoppány Völgyi Vízitársulatnál, és ugye ez 85-ös év időszak volt, és 90-es években az úgymond gazdasági váltás, illetve hát a korszakváltás időszakában néhány éven belül már eléggé egyértelműen látszott, hogy a gazdaságot, a társadalmi változás nem fogja ugyanabban a formájában hagyni. Magam rangidős üzemmérnökként láttam azt a körülményt, hogy előbb-utóbb a Koppányvölgyi Vízitársulattól távoznom kell, megléptem. A házasságom összegyűjtött NASZ ajándékát, amelyet itt most nem szeretnék számszakilag nevesíteni, de annyira elég volt, hogy egy orosz, talán a régi kedves nézők emlékeznek még rá, EO-26-21B típusú árokásógépet tudtunk venni. Vízépítési üzemmérnök lévén ez számomra egy előnyt jelentett, ugyanakkor a családi indítatásom is gépész háttérből, édesapám révén elég közel álltam a műszaki technikai dolgokhoz. Egészen kisgyermekkorom óta az akkor divatos és akkor elterjedt technológiai bázis az gyakorlatilag nem ment el mellettem érintetlenül. Szokták volt mondani, akit a mozdony füstje megcsapott, hát én ezt úgy tudnám apostrofálni, hogy akit a belarusz füstje megcsapott, és én ebben elég sűrű részesültem. A családban, gyerekek között van valaki, aki a mostani cégügyekbe be tud segíteni? Mindkét fiam aktív részese a mostani cégügyeknek. Nagyobbik gyermekem, ő 93-as születésű, a műegyetemen végzett, és a mester szakot a Corvinus Egyetemen végezte, tehát mind a pénzügy, vagy ha úgy tetszik, a közgazdasági oldalra, mind pedig a szakmai oldalra. Én úgy gondolom, hogy kellő rálátása van. Egyébként az alapképzés gyermekkora óta folyamatosan megkapta. Gondolatom szerint maga az életvitele is teljesen egybefonódott, csak úgy, mint akár az enyém, vagy akár a kedves feleségemé. Az életvitelünk is egybefonódott a Tambau Kft. Által igényelt életmóddal. Azt hiszem, ez így természetes. Középső gyermekem annyiban más egy kicsit ebben. Ő 95-ös, Kaposváron végzős, ő az agrár szakon egy kicsit a gépészet felé orientálva fog végezni, és a legkisebbről még korai lenne bármit is mondani, bár mondandóm elején az összefonódást és a cég életével való párhuzamot ezt itt is föl tudom tételezni. Ő egy kicsit késői gyermek, 7 éves, de a telephely minden zugát ismeri, és csendesen mondom, aktív gépkezelő. Hogy néz ki egy családi vacsora? Vannak parázsviták, szakmai viták, vagy a fiatalabb generáció tagjai azért elfogadják a hosszú évek tapasztalatát?
Viszonylag ritkán adódik alkalmunk arra, hogy együtt legyen a család, hiszen vidéken tanultak ott lakásos, megszokott tanulási üzemmódban, és hazakerülvén pedig már párkapcsolatban élnek, tehát egyfajta különélés van. A családi vacsora címet azt inkább a hétvégi ebédre, közös ebédre tudnám fókuszálni. Mindazonáltal nagyon keveset dolgozunk a cégnél magánjellegű dolgok, tehát a családi vacsorák vagy a hétvégi ebédek alkalmakor. Inkább a saját kis ügyes-bajos dolgainkról beszélünk. A kisgyermek, a legkisebb gyermekünk, ez gondoskodik az állandó témáról, az állandó foglalkoztatási igényről. A céges dolgok azok inkább megmaradnak a munkahelyünkön, ami nem kis időt vesz igénybe, hétvégeket gyakorlatilag zsinórba beleértve, legalábbis szombat délig, tehát a nap 10-12-14 órája itt zajlik a telephelyen. A telephelyet említette, az idei év különleges a cég történetének szempontjából. Ez a telephely, ahol most vagyunk, ez egy egészen új ingatlan. Igen, büszkék is vagyunk rá, talán szabad ezzel a mondat résszel kezdenem. Ez a harmadik telephelyünk. A cég történetében szépen gyakorlatilag létrafogszerűen építhető ez, vagy követhető ez a fajta fejlődés. 1995-ben volt az első olyan telephelyünk, amely üzemi jellegéből fogva valóban egy építőipari telephelynek nevezhető, a maga 2000 négyzetméteres voltával. A lényeg azonban az volt, hogy azon is volt egy transportbeton keverő, az akkori korszínvonalának megfelelő, manuális, mechanikus és hadd nem mondjak még hasonló jelzőket, amelyet nagyon szerettünk, de az idő viszonylag gyorsan túltett rajta. 2000-be költöztünk a volt szovjet laktanya. Talán a kedves tévénézők által is sokszor látott telephelyünkre, ahol egy 24 ezer négyzetméteres ingatlanon, én azt gondolom, szépen belakott környezetben tudtunk gazdálkodni, és 2020-ban pedig erre a Szabadság utca végén lévő, Tamási Szabadság utca végén lévő telephelyünkre tudtunk költözni, amely telephely már a 25-27 éves gyakorlatunk, szakmai gyakorlatunk felhasználásával, én gondolatom szerint sikeresen organizálva és kellő elrendezéssel egy 30 ezer négyzetméteres területen biztosítja az optimális termelési körülményeinket. A koronavírus változtatott valamin az idei évben? Igen. A párhuzam a koronavírus és az előbb említett telephely között megvan, sajnos. A COVID-19 léte egyébként is sajnálatos. Nyilván ezzel nem mondok újat, és mindenki egyetért ezzel a dologgal. A COVID-19 bennünket abban a pillanatban ért, márciusban, amikor a költözésen voltunk túl, és hadd ne mondjam financiálisan, nyilván egy társaság életében, egy gazdasági társaság életében egy ilyen költözés, egy ilyen új telephely beruházás kellő terheket ró. Picit féltünk a COVID-19-től, de az álláspontom mai napig is az, óvatosan, nagyon odafigyelve, de nem szabad föladnunk azt az életvitelünket, amely egyébként a mindennapjaink értékrendi alapját adja. Dolgozni kell, mérlegelni kell a kockázatokat, és kellő óvatos döntéseket hozni. Természetesen mindannyian elfogadjuk a prioritást, első az egészség, első az emberi élet, és azt követően pedig azok az értékek, amelyek fontosak számunkra. Mi, ameddig tudunk, én azt gondolom, fogunk dolgozni. Mire számít? Most látjuk, hogy újra nő a betegszám. A cég, az ágazat tekintetében milyen változásokat hozhat a jövő? Az első hullám időszakában, különös tekintettel arra, hogy 2-3 hónapos időbeni lefutást apostrofáltak, én azt gondolom, hogy nagyon nem ijedtünk meg, és elnézést ezért a kifejezésért, de jól tervezhetőnek láttuk, és föl tudtunk rá készülni. A második hullám nehézségét, legnagyobb nehézségét a magam részéről abban látom, hogy nem tudom én magam legalábbis behatárolni a COVID-vírus elhúzódását. Egy cég életében maga az állás, a napi állás költség szempontjából majdhogy nem drágább, mint ha termelő tevékenységet, árbevételképző tevékenységet folytatna. Látjuk a beruházóinkon a
gyakorlatilag talomba lévő beruházásainkon, hogy a kedves partnereink a kivárásra játszanak, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nehéz döntésük van a beruházóknak, hiszen ők maguk sem tudják az időbeni lefolyását meghatározni, és nyilván a tőke természete az olyan, hogy a megtérülést pontosan és jól behatárolhatóan látniuk kell. Én ezt érzékelem a piacon. Ami nagy pozitívum, hogy az operatív programok, lásd Magyar Falu Program, vagy bármely gazdaság érintő programok, ezek nem álltak meg, tehát a hozzám hasonló kis-középvállalkozások ezek tudnak dolgozni. Az egyes települések önkormányzati megrendeléséből kifolyólag hasonlóan a gazdálkodó egységek megrendeléseiből kifolyólag is. Én azt gondolom, hogy az uniós tárgyalásokat, kedves nézők, bizonyosan figyelték a brüsszeli tárgyalásokat, részben a Covid miatti kártételek, részben pedig a következő ciklus támogatási pénzösszegét figyelve. Én azt gondolom, hogy a jövő második fél évtől talán normalizálódva és tervezhetően beindul a gazdaság folyamata, talán minden szegmensben, addig pedig a mostan lévő operatív programok kifutásában bízom, és azt gondolom, hogy ügyes logisztikával, jó organizációval és odafigyelő gazdálkodással, létszámleépítés és a munkaerő terhelése nélkül végig tudjuk gazdálkodni mi is, és bízom benne, hogy a vállalkozó partnerek is ezt az időszakot. 27 éve egy cég élén az nem kis idő. Nagyon sok siker, nagyon sok nehézség. Ennyi idő után van még olyan hosszú távú terv, álom, ami az embert viszi előre? A tervek soha nem fogynak el. Van, naponta képződik, formálódik, fogy vagy éppen csökken, vagy inkább átalakul, ez a helyes kifejezés. Én azt gondolom, hogy a motiváció, a hajtóerő az mindig a terveken alapszik, ami bennünk van, az elménkben van, amely a mi gazdálkodásunknak valahol a piramis csúcsát jelenti. Fölérünk a piramis csúcsára, akkor lesz egy új piramis csúcsa, és mindig lesz egy új olyan dolog, amit szeretnénk elérni. Gondolatom szerint ez az emberi viselkedés jellegzetessége, és ez az a motiváció, ami hajt bennünket, talán mindannyiunkat napról napra előre, a reggeli kesztyűfelvétel, vagy a nehéz ébredés napjaiban is. Kólya Józsefről azért lehet tudni, hogy cégvezető mellett jelentős mecénás szerepet is vállal. Miért fontos ez, hogy a helyi közösségeket támogassa? Én azt gondolom, hogy a helyi közösségek meghatározói tudnak lenni a létünk, a mindennapjaink örömteliségének, és azt is gondolom, hogy mindenkinek, aki a helyi közösség tagja, a lehetőségei szerint aktívan részt kell venni ebben a közösségnek az életében. Nyilvánvaló, hogy egy építőipari cég, egy középvállalkozás lehetőségei teljesen mások, mint egy nyugdíjas közösségi lakói vagy résztvevői. Természetesen most a két szélső példát említettem volt, de a közösség akkor működik, ha minden tagja aktív és lehetősége szerint részt vesznek. A sport, a kultúra, a társadalmi együttlét vagy a társadalmi együttlét bármely formájának a támogatása gondolatom szerint senkitől nem idegen. Én nagyon sok vállalkozó társamon látom a régiónkban, környezetünkben, városunkban, hogy szintén pozitív hozzáállással viseltetnek a támogatói kérvények iránt. Így van ez rendjén. Én teljesen természetesnek érzem, és ami a cég tehetőségéből, lehetőségéből adódik, én azt gondolom, hogy ezt folytatni is fogjuk, ezt a fajta támogatói tevékenységet föntartva jó kapcsolatot a város társadalmi, kulturális vagy éppen sportszerveivel. Mitől működik jól egy vállalkozás, és mi az, amitől egy vállalkozás vezetője jól érzi magát abban, amit csinál? A mitől működik jól egy vállalkozás, ez nagyon nehéz kérdés. Nyilván rögtön fölmerül a kérdés bennem, hogy jól működik a vállalkozásom. Belülről látjuk a hibáinkat. Valószínű kívülről azt a fajta tendenciát, amely a cég árbevételi mutatói, látenciája, a megjelenítődése nap mint nap sugall a közvélemény felé. Ezek nyilván pozitívok, és ezek
ezen dolgok elismeréshez jól esik a cégvezetőnek, a tulajdonosnak. Mindazonáltal látjuk a hibáinkat belülről, látjuk az elhalasztott alkalmakat, és próbálunk ebből tanulni. Egy biztos, ha egy társaságban nagyon jó kollektíva dolgozik, a jó kollektívában számos hibái mellett a motiváltság minden nap megfogható, tetten érhető, és ez a motiváltság aktiválható, akkor én azt gondolom, hogy nagy hiba nem lehet. Szakmailag odafigyelünk arra, amit tennünk kell a képzésekkel, ez a vállalatvezetés feladata. Mindazonáltal az előbb említettek szerint is én a motiválhatóságot és a motiváltságot tudom kiemelni. Gondolatom szerint ez az egyik legnagyobb hajtóerő, ami egy cég életében nap mint nap előre vihet. Említette, hogy nagyon jó a kollektíva. Ennek mi a titka, hogy egy jól működő csapat legyen? Nagyon sok titka lehet, gondolatom szerint. Egy 90-100 fős vállalkozásnál a 60%-os törzsgárdaság, én azt gondolom, hogy büszkeségre okot adhat. Én erre az egyik legbüszkébb motívum, amelyet föl tudnék sorolni talán a cég vagy a társaság életéből. Nagyon sokan vagyunk, akik már a kezdet-kezdetétől nyugdíjasaink vannak, tehát olyan emberek vannak, akik az évvégéig is magunk is patetikus ünnepségén valamilyen törzsgárda jutalomba részesülnek. Ez ugye az 5-10-15-20, most már 25 éves törzsgárda is van. Erre nagyon büszke vagyok, és azt kell mondanom, hogy ez egy kettős érzést generál az emberben. Legalábbis az én fejemben mindenképpen. Az egyik a nagy öröm, amiről az előbb beszéltem, a másik pedig azok a kérdőjelek, hogy vaj, mi lesz velünk, ha a korosztályom, az az aktív korosztály, akik megteremtettük ezt a társaságot, ezt a céget, a nyugdíj felé közeledve, vagy éppen azt a korhatárt átlépve és elhaladva kiszállunk az aktív hétköznapi életből. Picit gondot érzek az utánpótlással, vannak fiatalunk, sokat dolgozunk azon, hogy biztosított legyen akár a technológiai rendszerek, technikai arzenál magas hatékonyságú működőképessége, hogy fönntarthassuk azt a morált és azt a motivációs rendszert, amiről az előbb is néhány szót ejtettünk. Dolgozunk rajta, itt néha érnek bennünket kudarcok. Gondolatom szerint nem csak az én vállalkozásom küzd ezekkel a problémákkal. Egy hosszú folyamatot kell elindítani, mint ahogy úgy érzem az oktatási környezetbe, hogy el is indult ez a folyamat. Első lépés az oktatást a hétköznapi élethez kell igazítani, másrészt pedig a fiataljaink morális nevelésén. Én azt gondolom, nagyon sokat kell javítani, hogy rálássanak azokra a hétköznapi apró vagy nagyobb célokra, és érdekelté tudják önmagukat akár alkalmazottként is tenni. Ebben még van feladatunk. Mások a mai fiatal kezdők, mint annak idején voltak a szakemberek? Nyilván mások, mint ahogy mi is mások voltunk, mint a mi nagyszüleink, kaptunk is érte eleget, hasonlóképpen, mint az előbb elmondottak, amik talán kritikának szánhatók, de mindenképpen jóindulatú kritikának szánom. Ebben egy kicsit mi is benne vagyunk. A mai fiatalság virtuális valóság környezetéhez kicsit másképp kell hozzányúlni, mint annak idején mi hozzánk nyúltak hasonló problémák megoldása véget. Én azt gondolom, hogy mindenképpen sikerre visz ez a küzdelem, hiszen a fiatalok energikusak, tetrekészek, egy nagyon nagy tudással rendelkező bázist alkotnak. Dolgozni kell azon, hogy hasznosak legyenek egy-egy társaságnál. Ez egy szép végszó, szóval én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. A nézőinek pedig megköszönöm, hogy minket néztek az elmúlt percekben, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!